Most még csak a természet hangjai hallhatók, de hamarosan élőzenei programokkal és gyerekzsivallyal fog megtelni a Baktalórádházi erdő fogadótere. Április 24-én itt is megrendezik a Muzsikál az erdő elnevezésű programsorozatot. Küldetésük, hogy a természeti örökségünk megőrzését egy környezettudatosabb, fenntarthatóbb irányba fordítsák a művészetek, különösképp a zene erejével. Ezt vallja Szabó Lajos erdőmérnök, aki 20 évvel ezelőtt hozta létre a Muzsikál az erdő alapítványt. Az idén a Muzsikál az erdő alapítvány 4 térségben szervez Muzsikál az erdő rendezvényt. A legelső rendezvény lesz Muzsikál az erdő a Szatmárnyírségi homokháton címmel, itt ebben a térségben megszervezve április 21-22-23-án. Ugye ez azért különösen jelentős, mert itt a nyírségben most először jelenik meg a Muzsikál az erdő. A helyi erdészek, a Nyírerdő ZRT, illetve a helyi közösségeknek a hívó szava volt ebben a meghatározó. Szabó Lajos hangsúlyozta, hogy bár tulajdonképpen minden erdő alkalmas lehet hasonló rendezvények megtartására, mégis rendkívül fontos a helyszínválasztás. A helynek önmagának már üzenet értéke van. Tehát nagyon fontos az, hogy az emberek, akik ide kijönnek, azok érezzék, hogy mi a természet részei vagyunk, az emberek a természet részei vagyunk, és nekünk kell alkalmazkodni a természetes folyamatokhoz. Nagyon fontos az is, hogy az erdei életközösséget maga teljes egészében ott megtapasztalhatjuk közvetlenül a helyszínen, és hát az erdei koncertek is ebben a természetes környezetben kerülnek megrendezésre. Tölgyfa Gábor, a Nyírerdő ZRT igazgató helyettese úgy fogalmazott, a programsorozat célja, hogy az erdő érintetlenségét minél nagyobb mértékben meghagyják, és a rendezvény résztvevői egy családias hangulatú eseményen vegyenek részt. Ez azt is jelenti, hogy a koncerteken nem lesz hangosítás, és bár korlátozott számban vannak a helyszínen padok, érdemes a plédeket is magunkkal vinni a rendezvényre. Nem változtatjuk meg az erdei környezetet, hanem az erdei környezetbe hozzuk be a kultúrát, olyan környezetbe, amilyen. Nem lesz lelátó, nem lesz dübörgő hangosítás, a maga csendességébe várjuk az embereket. Ez a Baktalórádházi erdő azért is jó, mert közel is van, mondjuk, ha Nyíregyházát nézem, akkor nincs nagy távolságra. Természetesen a programról széles körben fogunk tájékoztatni. A gyerekek és felnőttek számára egyaránt ingyenesen látogatható programokról a szervezők elárulták, hogy az erdei élmény séta és kerékpártúra mellett a helyi ételek bemutatójára is lehet számítani. De lesznek kézműves foglalkozások, illetve színházi előadás, népzenei és klasszikus zenei koncert a Kantémusz gyerekkórus jóvoltából, végül a napot Pál István szalonna és bandája búcsúztatja a Baktalórádházi erdőben.